Bugár Béla, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az első kérdés, az a leg, hát fontosabb. Hogy látja, ön szerint lesz magyar érdekképviselet a szlovák parlamentben szeptember 30-a után? Köszönöm a lehetőséget, de sajnos rossz hírrel szolgálhatok, szerintem nem lesz. Előfordulhat, hogy jut be egy-két magyar képviselő más párt listáján, de megmondom őszintén, azzal most is negatív tapasztalatunk volt, mert azt hiszem talán hárman voltak bent, és egyetlen egy kisebbségi témát nem sikerült átnyomniuk, megoldaniuk a szlovák pártokkal vagy a kormánykoalícióval. Tehát ahhoz, hogy az érdekképviselet hatékony és látható legyen, ahhoz magyar pártnak kellene bejutni, és nem úgy néz ki a helyzet. Ugye 2021-ben a szövetség egy kicsit ilyen... Volt egy olyan, nekem olvasott, hogy na most még utoljára fussunk neki, gyúrjuk össze, amink van, és csináljunk egy magyar pártot. Hogyha ez igaz, az állítás, akkor gondolom, hogyha most 2023-ban egy fontosnak ígérkező Szlovákia történetek fontosnak ígérkező választáson nem sikerült bejutni, akkor az lehet egy ilyen végső pont a szlovákiai magyar pártok legalábbis parlamenti érdekképviseletében? Sajnos igen, jó magam is elmondtam néhányszor, hogy azzal, hogy a szövetséget végül is az MKP platform szétverte, nem tartották be, egy négy dologban volt olyan feltétel, hogy a három platform egységesen dönt, tehát akár blokkolhat is. Egyik például a listállítás, másik, hogy párton kívül itt, ha listára vesznek, abban a másik két platformnak bele kell szólnia, stb. Na uh, most azzal, hogy ezt szétverték, én jó magam is azt mondtam, hogy sajnos ennek a következménye az lesz, hogyha most nem jut be magyar párt, akkor hosszú időig nem lesz bent magyar párt a parlamentben. Sőt, talán azt mondom, hogy, hogy lehet, hogy, és ez volt a próbálkozás, tehát az úgynevezett kék híd, hogy lehet, hogy életre kellene hozni, újból felújítani azt, hogy egy interetnikus párt, egy multietnikus, ahol szlovákok, magyarok, más kisebbségek együttműködnek, mert végül is akkor volt a sikeres a kisebbségi politika, amikor belül a párton belül a szlovákokkal meg tudtunk egyezni, sőt, a mi érdekünket azok a szlovákok próbálták mondjuk előtérbe helyezni, és nem csak védeni. De a kékek híd az nem egy ilyen irányba Mennyi igen, párt? igen, csak jelenleg ott is úgy néz ki a helyzet, hogy ahhoz el kell érni a 3 ot akkor van anyagi támogatás, és utána ennek a hátterében föl lehet építeni a struktúrákat, és a következő választásokra már hatékonyan, markánsan indulni. De akkor most úgy látja, hogy ez a platform, ami végül is még az platforma, vagy legalábbis tevőlegesen, nem fogja tudni elérni a 3%-ot sem, e, az 5 pedig végképp nem beszélhetünk. 5%-ot szerintem egyetlen egy formáció nem fogja elérni, sem a, a Szövetség, sem a Magyar Fórum, sem pedig a, a Kék Híd. Ha csak valami nem történik, mert ugye megnézzük Szlovákiában három és fél évvel ezelőtt, 2020-ban, egy héttel, tíz nappal a választások előtt a Matovicsnak is 7-8%-ot mutattak. Hirtelenében történt valami, ami nem csak az volt, hogy ő Kánba kiment és ott rámutatott, hogy ezt kérem szépen a szlovák államnak lesz a a Wickend mert ez lopott pénzből lett valami exmeres képviselő, hanem egyszerűen már a addigi felmérések, amelyeket akkor még nem lehetett kihozni, mert olyan törvény volt, hogy a választások előtt nem tudom, hány nem lehet felméréseket nyilvánosságra hozni, de a belső felmérések már mutatták, hogy így növekszik. És végül is az utolsó két hétben a 8 7-8 ból lett 25. Tehát itt se tudjuk pontosan mi lesz, viszont az látható, hogy nagyon nehéz lesz stabil kormányt létrehozni, vagy az Smer fog kormányt létrehozni, és akkor az valószínű stabilt fog tudni létrehozni, vagy pedig egy olyan kormány jön létre, PS, Halasz, én nem tudom kikkel, liberálisokkal, amelynek hosszú távon én nem adok nagy, nagy jövőt, egyszerűen előrehozott választások lesznek. Menjünk még vissza a magyar pártokra. Beszélt a szövetségnek a hát szétszakadásáról, vagy legalábbis szakadásáról Akkor ön az MKP-t okolta a mondataiban. De hogy végül is önök léptek ki a szövetségből. De jó, de még egyszer gondoljon bele, hogy mi megegyezünk. Az egyességnek van négy feltétele, abból ön hármat azonnal uh, megsért. Azt mondja, hogy lényegtelen, én így döntöttem. Lehet tovább együttműködni? A, az együttműködés mindig az egyeségek betartásán működik. Ha, ha, önt átvágják egyszer valamibe, akkor már nagyon óvatos. De amikor már másodszor, harmadszor, akkor már nem lett óvatos, hanem egyszerűen akkor már lépni kell. Tehát muszáj volt, és a utolsó, tehát a habatortán, vagy hogyha gondolja, akkor az a megyecske cseresznye a, a tejszínhabon, az volt a gyémesi. Hát a gyémesi egy radikális ember, aki feszültséget kelt, és az emberek félelmét használja ki. Ilyen nincs. Nézze, természetesen a bizalom az nagyon fontos, és én nem csináltam politikai pártot soha, de hogy gondolom azt, hogy van egy ügyük, leegyszerűsítve a magyarság képviselete, akkor nem lett volna el jobb inkább egy egy nagyon mély levegőt venni, és azt mondani, hogy jó, inkább ezt most csináljuk végig. Mert hogy fontosabb a magyarság képviselete, mint mondjuk az, hogy Gyimesi Györgyel más gondolunk a világról. Uh, még egyszer, egy nem csak Gyimesi, Gyimesi csak az utolsó lépés volt, de... Ha megnézi a híd, az elmúlt 12 évben egy olyan politikát folytatott, ami az együttműködés politikája volt, ami mondjuk annak volt a híve az egész politizálás, hogy megtaláljuk a közös hangot, mert csak úgy tudtunk elérni eredményt. Soha nem lesz a szlovák parlamentben 76 magyar képviselő. De ha mi meg tudunk egyezni, és ezt csináltuk, és olyan eredményeket tudunk felmutatni, ami azelőtt soha nem volt, hogy, hogy egyszerűen, hogyha ezt feladjuk, feladjuk az együttműködést csak azért, mert most divat radikálisnak lenni, akkor a hidat mind olyat hozzuk rossz helyzetbe. Tehát mi azt mondtuk, hogy igen, erősíteni fogjuk a szövetséget, sőt, jó magam győzögettem az utolsó hit kongresszuson az embereket, akik nem akarták megszavazni, mert az MKP az elmúlt 14 évben csak árulózott, semmit nem csinált aminek a következménye az, hogy még ma is az emberek egy része, mondjuk úgy, hogy nagyon keményen úgy tekint ránk, mint akik a szlovákia magyarság szétverői, pedig ez nem így van. Aki valamit tett a szlovákia magyarokért, az pont a híd volt. Még egyszer, így eredménye fel lehet mutatni, hogy mit értünk el oktatási területén, kultúra területén, kisebbségi jog területén. De most ezt nem adhatjuk fel azért, mert egyszerűen Jön egy Jézsi György, előtte párszor a, a forró pártelnökként megsérti ö, az egyességet, a belső alapszabályt, és utána mi azt mondjuk, hogy nem történt semmi, vagyunk tovább ilyen nincs, akkor nem tudunk politizálni. Hát csak így, hogy az elmúlt évtized eredménye, amire ön hivatkozik sokszor, ugyan ott lesznek, de hogy az utolsó pont jelen pillanatban inkább az lesz, hogy kiléptek a szövetségből, és hát hozzásegedték a... azt, hogy nem lesz magyar térség. kidobtak lehet. a szövetségből. Mindennek a ok és okozat. A fizikából tanulta, gondolom, probléma nélkül, hogy akció, a reakció. Édesapám már hosszú estéket töltött. Olyan, olyan. <laughs> uh, utalt rá, hogy mi a probléma Gyimesi Györgyel, no. de hogy el tudja mondani, hogy mi az a politika, mi az a téma, mi az a világképbeli különbség, ami ezt Nézem. szétfeszíti az önök kapcsolatát? Ugye említettem az együttműködést. Tehát ahhoz, hogy bármit mi Próbáljunk megoldani, vagy azt arra tegyünk, ahhoz meg kell találni azokat, akikkel ezt végig tudjuk tárgyalni. Na mi csinál egy György Fogta szépen, és akkor, amikor a kettős állampolgárságról szóló törvényről volt szó, akkor egyszerűen bedobta témát, és nem csinált semmit. Maradt minden úgy, ahogy volt. Benes dekrétumoknál ugyanezt csinálta, maradt minden, minden, ahogy volt. Autonómiát szintén bedobta, mert egyszerűen a kisebbségi témákat, ő csak a saját imidzsének a növelésére használta. Ilyen politikusra nincs szükség? Mert addig még mi, a Rady csová kormányban elértük azt, hogy a kormány betette a parlamentbe azt a javaslatot, hogy bárkinek lehet kettős állampolgárság, vagy akár hármas, amennyiben nem dolgozik a hegyveres erőknél, és nem jut titkos információkhoz. Ezt Matovics a másik három barátjával akadályozta meg, két szavazat hiányzott. Tehát miért nem a saját pártelnökének szólt, hogy tegyük ezt már rendbe, hanem egyszerűen csak a témát bedobta, és aztán nem, nem csinált semmit. Tehát még egyszer, így nem lehet politizálni. Ilyen ember mögé nem szabad beállni. Ez alapján Gyimesi Györgyről egy ilyen nagyon modern, populista, opportunista politikus, trán, ezeket a jelzőket szoktak leírni, de hogy van az az olvasat, hogy Gyimesi György Orbán Viktornak az embere, és Is. hogy gyakorlatilag... Is. De ez mivel nyilvánul meg? Hát többek között abban, hogy például a magyar kormány valamit nagyon keményen mond mondjuk a bevándorlókra, inkább így a migránsokra, akkor ő ugyanazt mondja. A, az orosz-ukrán háborúnál ugyanaz a véleménye, amit a magyar kormán mond, béke lesz, ne adjunk fegyvert. Persze, hogy béke lesz, az oroszok lárolják, kukarajnak, és béke lesz az egy más dolog, hogy a határunk az nem Ukrajnával, hanem az oroszokkal lesz határos. Tehát um, még egyszer mondom, ilyen populista ember mögé nem szabad beállni még akkor sem, hogyha ennek az az ára, hogy egyszerűen a szlovákiai magyarok pont ő miatta és a, a forró döntése miatt nem fognak parlamenti képviselethez jutni. És hogyha nem Gyimesi urat nézzük, hanem magát a szövetséget, Na. A szövetség és a magyar kormány viszonya milyen? Budapestről talán sokszor szokták azt gondolni, hogy az utolsó mondatot is Orbán Viktor diktálja a szövetségnek. Ez hogyan, mit látott, mit érzett kapcsolatunkban? Azt nem hiszem az utolsó mondatot is, de az tény, hogy maga forró pártelnökként sokszor megvárja, mit nyilatkozik a magyar fél, akár Orbán Viktor, vagy akár a külügyminiszter úr, és utána ő is lenyilatkozza azt. Jó, emögött azért látni kell azt, hogy azért Orbán Viktor nagyon keményen, azt hiszem Tusnád fürdőn kritizálta meg többek között a, a szövetséget, hogy nem ezt várta, és az is igaz, hogy az utolsó pillanatban próbáltak odaszólni, ne verjétek szét a szövetséget, nem éri meg, de megmakasolták magukat, mert elnézés a pénzecske az így is csurran csöppen, lesz valami, itt elérjük a 3%-ot, megint kapunk állami támogatást, felelősségünk meg nulla, mert nem vagyunk a parlamentben. Az MKP mindig erre játszott, most a szövetség játszik erre. Kékek híd. Hmm. Ugye hát beszéltünk valószínűleg jelen kutatások szerint, ugye hát vagy a SMER, vagy a PS lehet, akik az első végeznek. Hmm. Akkor már nem tudjuk, hogy alakul, de hogy hogyan gondolkoznak... A SMER a... fog végezni. A SMER fog első végezni? akár mondjuk Smerrel és Robert Ficóval is hatalom, vagy koalícióra lépnének, tegyük fel, hogy bejutnának a parlamentbe? Nem hiszem. Amit hallottam, mert ugye én csak segítem a kampányokat, de amit hallottam mindkét pártelnök úrtól, tehát a zurindától is, meg valójában Szolymos is, nem. Egyszerűen a mostani Ficó nem az a Ficó, aki volt 2015 és 20 között. Ennek több oka van, ugye akkor is volt 2016-ig, hogy nagyon keményen migránshozott, neki ment az Európa Uniónak, aztán amikor velünk kormányba lépett, és ezért fontos, hogy legyen ott egy olyan kormány koalíciós partner, aki tudja fékezni, akkor hirtelenjében a Frontexre küldött segítséget, akár emberi, akár anyagi segítséget, hogy védjük a külső határokat. Aztán azt mondta, hogy igenis az Európa Unió magjába szeretnénk tartozni, amit addig kritizált. Tehát lehet látni, hogy oké, okay, ő változik, de most annyira változott, hogy probléma nélkül egy republikával, egy, egy félig meddig náci párttal hajlandó parolázni. Igaz, hogy ennek megvan többek között az azok, hogy vadásznak rá, és be akarták csukni, de ennek ellenére én azt hiszem, hogy ez a változás már túl sok. De mire alapozza Robert Ficónak a győzelmét? Nagyon magabiztosan mondta ezt. Hát nézze, uh, egyszerűen azt kell látni, hogy ahogy csökken a hlasz, tehát a Pellegrini pártja, úgy növekszik Fico. Na most a PS honnan tud elvenni szavazatokat? Ez Hát az rendben van, de ha ezt szerszed kilövi, akkor kivel fog kormányozni? A keresztény demokratákkal, amennyiben bejutnak, akik megmondták, hogy regisztrál partneri viszony, meg, meg alkotmány módosítás, amikor alkotmányból akarják kivedni ugye a, 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 családnak a definícióját, amire 90 képviselő kell, hogy ilyen esetben nem hajlandó kormányra lépni, akkor hogy alakít kormányt a PSZ kikkel? Kivel tud? A lasszal, az kevés. De akkor a végső soron inkább újra lesz egy választás a közeljövőben. Hát a előfordulhat. Tehát kérdés az, hogy ugye most nagyon nehéz tudni például abban a 75 ezer külföldi választóból, jelenleg 24 ezeren küldték el a, a szavazatukat. Persze 29-ig még van idejük, tehát azt jelenti, hogy lehet, hogy 50 ezeren fogják. Ki tudja, hogy azok kire fognak szavazni. Amennyiben a PS t erősítik, akkor jó lehet, hogy a PS lesz a kormány alakít, amit én kétleg, de oké. Okay csak az a kormány nem lesz stabil. Tapasztalatok egyenlő a nullával. Egyszer valaki nekem azt mondta, kin voltunk Zurindával kampányolni, de hát önöknek sem volt tapasztalata. Mondom, a különbség talán az, hogy mi alulról kezdtünk. Alapszervezeteket alapítottunk, emberek közt voltunk, járási szervezetbe jutottunk. Nekik ilyen nincs. A PSZ média Hát inkább. Inkább megtalálják mindenhol az embert, az, aki és az, aki nyomja az ő ideológiájukat, de, de a valódi mondjuk kapcsolata az emberekkel, a választókkal nem létezik. A kampányban Magyarországon is szerintem sokan olvastak arról, hogy ugye menekültek jelentek meg a uh -huh. szlovák-magyar határ szlovákiai oldalán is. Ön mit gondol erről az egész ügyről, és most mondanom kell egy teóriát, ami nincs bizonyítva, de sokan mondják azt, hogy Akár a magyar kormánynak is lehet szerepe, hogy... Ezt én lenyilatkoztam. Tehát ön azt gondolja, hogy a magyar kormány szállítja Néze. a ne, Nem kell, hogy szállítsa. Sőt, sőt, én utalok, van egy biztonságpolitikai szakértő Szlovákiában, Brányiknak hívják, hogy ne tőlem hallja. Ne, hogy az legyen, mert a bugár Orbán ellenes, mert az Orbán ezt mondja, azt mondja. Nem. Egyszerűen ő is azt mondja, és én, én vallom, hogy ez, ez így is van, hogy bajon, Miért most a választások előtti hónapban hirtelennyiben megnövekedett a migránsok száma pont az ipoj mentén, tehát egyszerűen a magyar-magyar lakta járásokban hirtelennyiben kezdtek beözönleni? Ennek volt előzménye. Orbán arra hivatkozva, hogy telítettek a börtönök, elengedett 1400, hát mondjuk úgy embercsempészt azzal, hogy 72 órán belül el kell hagyni az országot, hányon hatták el, hányon folytatják ezt a tevékenységet. Egy biztos, ez a barányik is azt mondja, hogy addig még azelőtt naponta volt 400 ilyen, aki át tudott jönni itt a, a Ipoly uh, mentén, ugye ott, hogyha kisebb a víz akar át is lehet gázolni, azt nagyon nehéz védeni, de meg lehet védeni. Addig most 900 fölé ugrott. Tehát megduplázódott. Vajon miért? És ki volt az, aki először kiment oda és, és ebből nagyon komoly, mondjuk sajtótájékoztatót és kampánytémát csinál, Fico. Úgyhogy, ha én segíteni akarnék Ficonak, akkor nem csinálnák más, csak ezt. Mert az emberek félnek. Amikor ugye, most igazi, nem igaz, lényegtelen, de elterjed, a hálón, tehát a Facebook, a, a Twitter, meg én nem tudom hol elterjed az, hogy kérem szépen, begyöttek az üzletbe, 20 voltak, elvették, amit kellett, és elmentek. Nem mertem szólni igaz vagy nem igaz, de terjed az emberek között. Tehát, hogyha félelmet váltunk ki, akkor az emberek mindig az erőstől várják a megoldást. Attól, aki ha kell, oda tud vágni. És retorikába végül is ez a ficok. De kiemelte azt, hogy feltűnően Magyar lakta településekre érkeznek Persze. a menekültek. Persze. De akkor a logika az az, hogy ezzel azt akarja elérni akár a magyar kormány, hogy a magyar anyanyelvűek Robert Ficóra szavazzanak? A, én szerintem talán ez nem így van, de egy biztos, hogy ez a kevésbé védhető határ. Tehát ha megnézzük itt Pozsonnál, itt nehezebben jutnak át azért a Dunán, vagy bárhol csak úgy átjönni, nem olyan egyszerű dolog. De, de az Ipoly mentén, hogyha megnézzük, az, hogy van ott három híd, az egy dolog, mert most már azt is a fejünk közben miért kellett ti alattatok felépíteni a három hidat, jönnek a migránsok, ez butaság. De egyszerűen az is igaz, és ez viszont a jelenlegi kormánnak a, a felelősség, hogy hogy, nem kérték hamarabb a katonák segítségét, nem járőröznek. Ez a brányik többek között azt is mondta, hogy igen, látjuk azt, és bizonyítható, hogy a magyar rendőrök nem csinálnak semmit, hagyják, hogy itt átjöjjenek. Lássák, hogy ott vannak, leülnek a migránsok, megvárják, míg elmegy az autó, fölállnak és átgyalogolnak. Ezt viszont le lehetne állítani mi oldalunkon, csak későn reagáltak, mint általában a szlovák kormántagok, úgyhogy most már katonák is segítik, de Hát ez van. Lehetett olvasni olyan fél cikkeket, egy mondatokat, hogy akár Horgosról konkrétan busszal érkeznek Igen, ideig, persze. nem menekültek. Uh, miért bízik Orbán Viktor Robert Ficóban? Ugye azt mondta Tusnád Fürdön, hogy Szlovákia billeg. Robert Ficó győzelme Orbán Viktor szempontjából a jó oldalra billenteni át Szlovákiát? Igen. Igen, látni kell az, hogy Orbán Viktor és Robert Fico azelőtt is elég mondjuk úgy idézőben tisztességes egyességet kötöttek már, ami őket, kettőket illeti, azt mondták, csak olyan kisebbségi témát nyitnak meg, ahol meg tudnak egyezni. Ezért nem nyílt meg a kettős állampolgárság kérdése, ezért nem nyílt meg például mondjuk az sem, hogy, hogy a negatív hatással bíró Benes mert van még ilyen, ugye földekkel kapcsolatban, hogy azt valahogy rendezzék, mert, mert ebbe egyszerűen Ficónak más volt a vélemény, és Orbán ezt úgy adta. Ráadásul, ha megnézzük, azért van itt két komoly téma, amiben a és az Orbán véleme megegyezik. Egyik a migráns téma, mindenketten azt mondják, hogy Brüsszel, én hozzátenném azt, hogy viszont például a Szlovákiának is, Csehnek is hozzá kell járulni, tehát szolidárisnak kell lenni, és a magyar határa, szer magyar határa küldeni az embereket, most már végre a szlovákok is küldtek, és segíteni, védeni. A másik téma ugye az LGBTI kommunitás. Az azt jelenti, hogy ezt a fajta másságot Robert Fico nagyon keményen meglovagolja, és Orbán Viktor is meglovagolja. És hogy lehet Robert Fico az, aki az Európai Unióban teszem azt a jogállamisági eljárás keretében, mondjuk megvétózza, hogy a magyarokat büntessék. Előfordulhat. Előfordulhat. Tehát láb, az végül is akkor Orbán Viktor jól sakkozik, hogy egy szövetséges Valószínű. szeptember Igen. 30 után. Valószínű, hogy így van, van tapasztalata Ficoval. A Ficóval például a mi tapasztalatunk az, ami a kormányprogramban volt, az szó szerint betartotta. Ha valamelyik képviselője a klubból elkezdett ugrálni, hogy ezt a magyaroknak a kasza, na, na, itt van, le van írva, így fogtok szavazni. Tehát valószínű, hogy ugyanezt Orbán Viktor felé ő tudja nyújtani, betartja a szavát, és politikában azért a szavahihető ember az, nem mondom, hogy ritka, mint a fehér holló, de azért keresni kell. Robert Ficó népszerű lett a felvidéki magyarság körében, és kaphat szavazatokat. Biztos. Biztos. Uh, Csak rám... ez hogy van az, hogy van egy ember, aki mondjuk 2010 előtt, ugye, a dacurkolók szurkolók megverése, Malina Hedvig, sok-sok apró kiszólás, de most viszont már úgymond felejt a magyar uh, választó. Nézze, ha most visszamegyünk, mondjuk akár 98-ra, amikor mi váltottuk Mecsiart, bekerültünk az Orinda kormányba, hányszor kellett ott veszekednünk olyan apróságért, hogy ki lehessen tenni magyarul azt, hogy például somorja. Hányszor kellett veszekedni? Ma a fiataloknak ezt mondtam el, hogy Mecsiar azt mondta, hogy nem engedi kirakni, mert ezzel akarjuk kijelölni azt a területet, amit el akarunk szakítani. Aztán nagy nehezen sikerült megállapodni, ami ki volt téve, tehát önkormányzatok saját kezdeményezésű kiraktak, azokat a Mecsiar kormánya kezdte leszedni. Ez 93-ban volt. Aztán későbbiekben sikerült elérni, hogy a szlovák tábla mögé egy újabbat be lehetett helyezni, kisebb táblára a magyar megnevezést. Utána sikerült elérni az, hogy a ugyanarra az oszlopra, a szlovák tábla alá a magyar megnevezés kisebb. Most ugyanakkor a nagysága, stb. Tehát ez egy folyamat volt, ha megnézzük, Zurinda se fogadott el mindent. Sőt, Zurindánál volt olyan, amit én nagyon keményen többször is elmondtam, hogy az, ami benne volt a koronaprogramban, egy és fél évvel a kormányzás megkezdése után azt mondta, hogy most már nincs politika akarat, hogy ezt megcsináljuk ilyet soha nem alattam Ficotól, csak hogy a Zurinda változott, akkor az Zurindát a kisebbségi témákkal verték a fejbe. És azt mondták, hogy te, te, magyar barát vagy, te nem törődsz a szlovákokkal. Már a Zurinda is rájött arra, hogy igenis kérem szépen, és ő is mondja, hogy abban is probléma, hogy mi elmentünk a Ficoval. Mert a szlovák-magyar viszony, ezt kívánta ráadásul egy kisebbségi pártnak, általában, és ezt a románok tudják, és az RMD ezt tudja megmondani, nagyon jó, ha bent van a kormányban, csak elveit nem szabad soha feladni. Na, úgyhogy változott úgy, ahogy Zurinda változott, Fico is. Nagyon keményen ellenünk volt, én nem felejtem, hogy egy csomó olyan dologba negatívan nekünk jött, negatívan, pozitívan, nem is lehet, nagyon keményen kritizált bennünket, amit ma megvalósított velünk. Hát gondoljon bele, hogy azért kritizált, hogy kisebbségi kultúrára miért kell ennyi pénz most. Kisebbségi kultúrára, kérem szépen, elfogadtuk az úgynevezett kk t kisebbségi kultúrális alapot. Ezt a Ficónak azon minisztere a magyarics, aki nagyon keményen mondjuk úgy, hogy hát azért nacionalista beállítottságú volt, ő védte legjobban, én benne voltam a kulturális bizottságba, és mi voltunk a védnök bizottság, és ő miniszterként terjesztette be ezt a javaslatot, és keményebben vétel, én csak én néztem, mint Borjú az új kapor, hogy alig kell felszólalnom. Az a miniszter, aki előtte nagyon keményen nekünk jött a kisebbségi kultúra miatt. Mert a Most... tartott. Így van, és, és, megkaptuk a több mint 8 millió eurót. Tehát egy, egy csomó dologban a fico is változott, és valószínű, hogy nem tudom bizonyítani, ehhez azért hozzájárult nem csak az, hogy mi próbáltunk vele egyezkedni, akkor is, amikor nem voltunk kormányon, de az is, hogy kormányon voltunk, hanem azért az Orbánnal is ö, valószínű, hogy ez a kialakult ö, ö, viszony ez segítette őt másképp látni a kisebbségi témát. Utolsó kérdés, ez a régiós együttműködés. Ugye van a V4, amit Magyarországon, főleg az elmúlt évtizedben, de persze az elmúlt 30 évben is nagyon nagyra tartottunk. De mondjuk ugye a szlovákok, a szlovák kormány történelmileg ugye a cseh, ausztrák kapocsal is, háromszöggel is fontos szövetséget alkot. Milyen irányba indulhat el a választás után a régiós együttműködések? És leginkább specifikusan minket a V4 érdekel. Egy ficó kormány elhozhatja a V4-nek hát a feltámasztását, mert hogy jelen pillanatban erősen tetszaló állapotban Így ez van ez a Ez nagyon jól látja. Ha egy Fico alakul, akkor a Fico, Orbán és mondjuk a lengyelek valószínű behúzzák a cseheket is, és, és akkor a v beindulnak. Ha egy PS alakítan a kormánt, nagyon keményen neki mennének az Orbánnak, és valószínűleg a lengyeleknek is, az, az szétverné teljesen a v Tehát ennek azért van ilyen nemzetközi, ha egyáltalán mondhatom, ha csak nem azt mondom, hogy jó szomszédi vagy szomszédi lecsapódása is, hogy ki fog itt kormányt alakítani, de minden ére ennek ugye van két oldala meg egy éle is. Köszönöm szépen. Szívesen.